Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, hold suttogás, hold suttogó jóslás, május 18-án. A hold nagy szerepet játszik az életünkben. Kihat az érzelmeinkre, kihat a napjainkra is. A holdnak van egy különleges tulajdonsága, mindent átvesz és közvetít nekünk. A mai napra azt jelzi, hogy mennyire fontos a gondolatainkat és az érzelmeinket tisztítani. A hold mozog a Föld körül, és van egy pont, ami a legmesszebb a hold és a föld között. Ez a távoli pont összefügg a Lilith energiájával. Lilith, azt úgy mondják, hogy az a holdnak a testvére, vagy úgy is nevezik, hogy fekete hold, de nehogy összetévesszétek a fekete mágiával. Én inkább úgy mondanám, a holdnak az árnyéka. Lilith, ez egy istennő a mitológiából, és úgy hat ránk, hogy érezzük az érzelmeinket, a vágyainkat, a reményeinket. De ha a hold eléri ezt a pontot, és az túl messze van a földünktől, az kihat ránk. Mi úgy érezzük, hogy ezek a vágyak, ezek a remények olyan messze vannak, hogy szinte elérhetetlenek. Ezt ti is érzitek a mai napon, de nem csak ti, hanem a párotok. Vagy az a férfi, akire ti most gondoltok. A hold nem csak a bolygókkal áll kapcsolatban, hanem a csillagképekkel is, a csillagokkal is, átveszi az üzenetet és közli velünk. A mai csillag, illetve csillagok, Algenib a Pegasus csillagképen található. Pegasus az a szárnyas ló, és Algenib mutatja ennek a lónak az egyik oldalát. Az kihat a mai napra, és az azt jelenti, hogy félre kell, hogy húzódjunk, vagy valaki úgy löktös bennünket, és szeretne minket eltávolítani. És ilyen esetben erősnek kell, hogy legyünk, és a középpontot válasszuk. És ne hagyjuk azt, hogy mások átnézzenek rajtunk. A következő csillagot Mátárnak hívják, lefordítva azt jelenti ez a csillag, hogy mint ahogy az eső esik, de itt nem esőről vagy vízről van szó, hanem szerencséről. Tehát szerencsénk van a mai napon, vagy szerencsénk lesz, ha ma valamit indítunk. A következő csillagot Homannak nevezik, ez szintén a Pegasus csillagképen található, ez is szerencsét hoz azoknak, akik bátrak. A következő csillag, Szádálbári, szintén glük, szerencsét hoz azoknak, akik közölnek valamit, vagy elértek valamit az életben, és ez egy teli találat. Azok, akik elérték már a céljukat. A következő csillagot Bihámnak nevezik, és ez a csillag kihat a vagyonra. Azt jelenti, hogy mennyire fontos most a vagyoni helyzetet tisztázni, vagy
átnézni a vagyoni helyzetet. És most áttérek a bolygókra. Holt kapcsolatban áll Merkur bolygóval. Ez kellemes, ez lesz egy jó hír. Hold egy jó kapcsolatban áll Vénusz bolygóval, ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Vénusz visszatekintő, visszafele mozgó, ez a múlttal áll kapcsolatban. Jelentheti azt is, hogy valaki gondol rátok a múltból, vagy közeledik hozzátok. A Hold közelében van Uránusz bolygó és Neptun bolygó, kihat a mai Hold mozgásra. Ezt mi a környezetünkben vesszük észre, hogy itt változások lesznek, valaki közeledik. Neptun hatása alatt lehet ez egy álmodozás, vagy kihat a művészi hajlamokra, viszont Neptun gyakran olyan dolgokat mutat, aminek nincs köze a valósághoz. De az is előfordulhat ennél a Hold-Neptun fél szextil kapcsolatnál, hogy valaki a közelünkben, baráti körben, vagy a családtagoknál alkohol problémákkal küszködik, vagy kábítószerrel, ez előfordulhat, és ez a személy kívánja azt, hogy ti segítsetek neki. Keresi hozzátok a kapcsolatot. És ez volt a felvételem, ez a Hold suttogás. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!